51-ben születtem, Révész János vagyok. Azért szeretem Sajóvládot, mert itt születtem. Talán ebbe a kis házba, ahol most vagyunk. Még valamikor a bába Mari néni, úgy nevezték a bábát, ő segített itt a világra, itt születtem Sajóvládon. Igaz, akkor még Láth Petri volt, mert közös tanács volt a Sajó Petrivel, és akkor... Tehát itt születtem, itt nőttem fel, itt nevelettem fel. Két testvérem van, aki már mind a kettő 2007-ben meghalt, és hát úgy éltünk, mint egy család. Régen ugye jöttek az iskolai évek, ahogy felcseperedtem, és akkor a tanáraink szeretettel fogadtak, szeretett volt ott az egész osztályban, ahol jártunk. Szinte mai napig is emlegetjük, és a találkozásunkkor puszival találkozunk, és tulajdonképpen ez a család, ez kibővült, ugye sajóvládi lakosokkal, barátokkal, osztálytársakkal későbbiek folyamán, ahol egymásnak segítettünk. Tehát aki eljött nekem segíteni még a 60-as években, utána visszamentem segíteni, és ez bővült ez a kör, szinte a sajóvládi lakosok közül, majdnem mindenkit ismerek. És akkor sokszor jó velek beszélgetni, találkozunk, és... Ugye voltak bajok, mert a szülők, öreg szülőket elgondoztuk, lakás leégett, tehát voltak bajok is, de ez a kapcsolat, ez a baráti kapcsolat, ez megmaradt mindig. Aztán ugye megmaradt, rám maradt, ugye, mert meghaltak a szülők, a kert, és akkor saját magamnak tudtam kiépíteni, itt azokat a gyümölcsfákat, kerteket kialakítani, saját ízlés szerint oltogattam be a fákat, amin különböző fajtájúak, nemes fajtájúak, jó ízűek, gyümölcsök is, termelem mai napig is a kertet, a gyümölcsfákat gondozza, és akkor így tudunk élni. Aztán, amikor eljött a nyugdíjas évek, ahol ledolgoztam 41 évet, utána kezdődött a megint egy újabb családba bevonulás, az énekkarba, a dalkörbe, ahol együtt énekelünk, ott is, mint egy családok, vagyunk 14-en, és akkor úgy járunk a szomszéd falvakba, sőt, még Tornabarakonyba is elmentünk, oda is meghívtak. Tehát ez mögül a távolabbi falvakba is. Aztán megint befogadtak egy újabb családba, ahol a drámakör megalakult, és meghívtak akár több szerepbe, és akkor hát ott is úgy érzem magam, mint egy fiatal családba, ahol idősebbként ugye szeretek sütni, főzni, és akkor megvendégelem őket, ahol szintén befogadtak, és hát itt úgy érünk, mint egy nagy családba, Sajóvládon. De sok ember mind a szívemhez nőtt, ha segíteni kell, segítőkész vagyok, ott vagyok, tulajdonképpen itt születtem, Magyarországon, a magyar népet, hát itt minden ember szeretek, tehát a bizalom is megvan, és ugyanúgy viszonozzák is. Tehát jó, egy-két pofon akarnak azért közben, de tulajdonképpen a bizalom ez megmarad, ezután is, eddig is. Tulajdonképpen itt érzem jól magam. Itt, nekem itt van a mennyország.